Jó estét kívánok, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit innen az Óbudai zsinagógából. Kedd este van, 7 óra, ilyenkor hölgyek körében szoktunk tanulni. Ma egy kicsit csökkentett létszámban vagyunk, de annál lelkesebb hölgyek. Most nem fogom őket mutatni, a személyiségi jogok védelme okán. Higgyétek el nekem, hogy nem egyedül beszélek, és ilyenkor ugye szemben szoktam, hogy inkább felétek tekintek. Elnézést ezért az illetlenségért, hogyha esetleg nem mindig a kamerába. Megyeri Jonatán vagyok azok számára, akik nem ismernek. Jó, itt van még valaki, jó estét kívánok. Szóval, ugye most ilyenkor keddenként, most idén, ebben az új zsidó évben, 5783. zsidó évben egy vallásjogi törvény, vagy vallási törvényeket, vallásjogot szoktunk tanulni, vagy jogot szoktunk tanulni. Erre a segítségünkre van egy kis könyvecske, ugye nem túl vékony, de egy kis könyvecske, az a neve, hogy Kicur Shulchan Aruch, ami egy rövidített verziója a nagy Shulchan Aruchnak, ami a zsidó vallás ugye a legfőbb törvénykódexe, amelyben összesítve van a Biblia, illetve a Talmudim és a későbbi rabbinikus törvények, és ennek a rövidített verziója ez a bizonyos Kicur Shulchan Aruch, ami nem messze innen Magyarországról, Morvaországban kelt ez a könyv, nem olyan régen, összesen olyan 150 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt. Nagyon rövid és tömör, természetesen bonyolult vallásjogi kérdésekre természetesen érdemes, hogy mondjam, szakavatott rabbihoz fordulni, de egyszerű dolgokban mindenképpen egy hasznos olvasmány, egy hasznos könyv, és az ember forgatja a Kicur Shulchan Aruchot. De majd egy olyan témát választhatom, hogy beszéltünk egy alkalommal a hálavételről, múlt alkalommal, talán 2 alkalommal is az adományozás parancsolatáról kezdtünk el beszélgetni, ugye a Cedaká, az adományozás micvájáról, az adományozás parancsolatáról, és majd egy olyan témát gondoltam, ami egy kicsit, hogy mondjam, szoftosabb téma, nem ilyen hardcore, mint a vallásjogi szempontból, méghozzá a 29. fejezet ennek a könyvnek, amely arról beszél, midot se járgilbahem adamet acmo, azok a jellem tulajdonságok, amelyekhez az ember szoktassa magát hozzá. Jellem tulajdonságok, az a címe a fejezetnek, jellem tulajdonságok, melyekhez az ember szoktassa magát hozzá. Viselkedés, alapvető viselkedési normák. Mit keres egy ilyen a törvény, mit keres egy ilyen egy törvénykönyvben, ugye? Hát pont az, hogy a zsidóságban, a zsidó törvénykezésben, és egyáltalán a zsidó életben, ugye vannak, természetesen van, hogy mondjam, vallásjog és etika, vagy vallásjog és morál, de a kettő között húzódó választó vonal az közel sem olyan éles, mint esetleg a polgári jogban, hiszen ugye alapvetően a vallásjog, ugye lépjünk egy lépést vissza, miért van ez? Ez azért van, amit sokszor beszéltünk korábban, a zsidó filozófia szerint ugye az, hogy az ember miként viselkedjen, és itt a jogi szempontból való viselkedést is értem, ez nem emberek döntik el, hanem Isten döntötte el, a bibliai törvények szerint élünk. Ezeket a parancsolatokat, ezeket a törvényeket tanuljuk, egyetek közben jöjjön egyet, ezeket a parancsolatokat, ezeket a törvényeket tanuljuk, vagy tartjuk be, de nem csak azzal kapcsolatban határozott Isten, hogy mit tudom én, Peszachkor szabad enni, nem tudom, rist, vagy pedig nem szabad enni rist, hanem azzal kapcsolatban is, hogy az ember miként viselkedjen, milyen morális, milyen erkölcsi utat válaszol, és mi az, amely összhangban áll a Tóra törvényeivel, az isteni akarattal. Most ez az egyik dolog, amit érdemes megemlíteni. A másik dolog, amit érdemes megemlíteni, az már a fejezetnek a címe. Jellem tulajdonságok, amelyek az ember szoktassa magát hozzá. Midot se járgilba, hanem adamet acmo. Olyan jellem tulajdonságok, amelyek az ember szoktassa magát hozzá. Ez ugye egy kicsit ellentétes a mai modern 21. századi filozófiával, mert hát biztos, hogy szoktassa magam hozzá. Te vagyok, aki vagyok, én már pedig ilyen ember vagyok. És ugye nem azt mondja, hogy de nem az a fejezetnek a címe, hogy jellem tulajdonságok, amilyen legyél, hanem az, hogy jellem tulajdonságok, amiket szoktasd magad hozzá.
vannak emberek, akik ilyen jellemtulajdonságúak, meg olyan jellemtulajdonságúak. Erről mindjárt fogunk beszélni részletesen. Különböző emberek mindenféle jellemtulajdonságokkal rendelkeznek. Ez nem azt jelenti, hogy csak azért, mert te vagy valamilyen, akkor felhatalmazást is kapsz arra, hogy tehát persze, hát mindenki tolerálja a te viselkedésedet, hiszen te olyan vagy, amilyen. Én mondjuk egy hirtelen haragú ember vagyok, és mindenkire ráüvöltök egy perc alatt, hogyha nem kapom meg, amit szeretnék. Nem azt mondjuk. Ez nem azt jelenti, hogy akkor én oda mehetek hozzád, és azt mondom, hogy hát ne sértődj meg, amikor én rád üvöltök két másodpercenként. Hát én ilyen vagyok, hát fogadj el olyannak, aminek vagyok, amilyen vagyok. Ugye manapság a 21. század első felében minden az elfogadásról, meg mikroagresszióról szól. Ugye nagyon sokat olvasunk erről, hogy nem csak az a fontos, hogy mi az, ami objektív mércével mérve bántó tud lenni, hanem mi az a fontos, ami szubjektíve bántó tud lenni. Ugye, hogy én téged ne sértselek meg semmilyen legapróbb, finomabb módon se, és emiatt én olyan bravúrokra kényszerülök az igazság kimondása helyett, hogy gyakorlatilag ott már elvész a mondandóm lényege valahol ott az útvesztőben. Nem tudom, hogy tudtok-e még követni. Hát azért, hogy én téged, azért, hogy én tekintettel legyek a nagyon kifinomult és egyedi érzelmi világodra. Ugye? Ma minden erről szól, hogy neki minden jár, és akkor az bontakozzál ki a te személyiségedet, enged kibontakozni, és legyél, aki vagy. Én vagyok, aki vagyok, és fogadjon engem ilyennek a világ, és ne is próbáljak meg másként viselkedni, esetleg ne adj Isten alkalmazkodni a környezetemhez. De hát... A Tóra, parancs az? Kitaszít a környezet, hanem nem tudja tolerálni, mi? Hát igen, ha nem alkalmazkodsz, kitaszít a környezet, de ugye a 21. század, a mai nyugati világ az pont arról szól, hogy próbálják azt mondani, hogy a környezet ne taszítson ki téged, hanem mindenki fogadja el olyannak a másiknak, amilyen. Na de mi van akkor, hogyha én a viselkedésemmel esetleg bántalak téged, vagy az én viselkedésem valami olyan, ami ugye nem... De azt mondja, hogy az ember, a fejezetnek a címe az, hogy jellemtulajdonságom az ember szoktassa magát hozzá, azaz, persze legyél olyan, amilyen vagy, te az vagy, aki vagy, és olyan vagy, amilyen vagy. De hát uralkodj magadon. Vannak jellemtulajdonságok, amiket igenis hozzászoktathatod magad. Vannak jellemtulajdonságok, ugye nem, ugye angolul úgy szokták mondani, hogy van a nature és van a nurture. Van az embernek az örök, a természetes jellemtulajdonság, és vannak a felvett jellemtulajdonságok, vagy amelyeket a nevelés, vagy a szociális, a környezet, és stb. Ráhatására sajátít el az ember. És hogyha valaki, mit tudom, mondok egy nagyon extrém példát, valaki kleptomán, szeret lopni. Oké? Okay? Valaki szeret lopni. Ezt nem mondhatjuk azt, hogy hát én kleptomán vagyok, fogadjatok el engem olyannak, amilyen vagyok. Ha? Oké, okay, a nyugati társadalom sem mondja, ez inkább teljesen igazad van. De most mindjárt megnézzük, mert oké. Okay. Vegyünk egy nagyon extrém példát. Valaki azt mondja, én kleptomán vagyok, én szeretek lopikálni, én szeretek lopni, fogadjatok el olyannak, amilyen vagyok. De nem fogom elfogadni olyannak, amilyen vagy, mert nem szabad lopni. Mert az én tulajdonom az én tulajdonom, a te tulajdonom meg a te tulajdonod, és a kettő között nincs átjárás, csak akkor, ha én megengedem. Vagy te megengeded, ugye? Tehát mit csinálunk egy kleptomán emberrel? Azt mondjuk, hogy uralkodjon magán. Lehet, hogy nincsenek átnevelő programok, lehet, hogy nem teszük őket átnevelő táborokba, Isten ments, ez teljesen brutális, Isten ments, átnevelő tábor, ugye? De hanem azt mondjuk, hogy okay, hát neked van egy tulajdonság, van egy jellemtulajdonságod, ami nem túl előnyös, akkor segítsünk neked, hogyha nem is változtatod meg önmagadat, azt mondja, valaki nem tudja, mert ilyennek született, oké? Okay. Uralkodni magán, az viszont egy elsajátítható jellemtulajdonság, hogy az ember próbálja magán uralkodni. Próbáljon úgy viselkedni, hogy ezzel ne engedje a felszíne az ő kleptomán. Azt nem tudja tiltani senki, hogy én vágyjak valamire, ami a tied. Azt nem tudja senki tiltani. Azt igen viszont, hogy ne vegyem el azt, amire vágyom. Ezt már lehet.
Erre képes az ember még akkor is, hogyha a vágy nem szűnik meg, de az, hogy a vágy ne forduljon cselekedetbe, arra az ember igenis képes. Ezért is a rabik nagyon bölcsen ismerik az ember pszichéjét, tudják azt, hogy vannak dolgok, amelyek nem megváltoztathatók az emberben. Vannak velünk született, örökölt jellemtulajdonságok, ezeket nem tudunk mit csinálni. De uralkodni képesek vagyunk rajta. Nem állatok vagyunk, nem ösztönlények vagyunk. Az állat azt csinálja, amit az ösztöne mond. Az ember az azért ember, hogy képes uralkodni az ösztönein, képes uralkodni a vágyain, képes uralkodni a vele született jellemtulajdonságokon. Legalábbis hát erre kéne törekedni, hogy uralkodni tudjunk. Szóval, ha nasim halukim hembe dátéhem. Az emberek különböznek az emberek különböző módon viselkednek. Az emberek különböző jellemtulajdonságokkal bírnak. Azt mondja, a természetük különböző az embereknek. Yes adam shehu bal chama ve koesz tamid. Van ember, aki forróvérű, állandóan mérges, állandóan ideges. Yes adam se dátom eju sevet alav ve inoko esz klál. És van olyan ember, aki nyugodt, soha nem idegeskedik semmi. O shehu koesz pamachat behabesanim, vagy nagy ritkán sok évben egyszer lobban haragra. Vannak ilyen emberek, vannak nyugodt emberek, vannak hirtelen haragú, forrófejű emberek, vagy úgy mondani, forrófejű emberek. Ha? Egyik a szangvinikus. Igen, szangvinikus, és van, aki meg forrófejű. Yes adam se hu gava levbe joter. Vannak olyan emberek, akik kevés emberek, büszkék, vagy nagyon magasan hordják az orrukat. Yes se hu befa ruach joter. És van olyan, aki visszahúzódóbb, aki szerényebb. Jesehu bál táva, velotizba nafsó meáloh, betáva. Vannak emberek, akik nagy étvágyúak, nagy étkűek, és nem csak, itt nem csak ételről van szó, hanem általában nagy, sok vágyjal bírnak. Jesehu bál lev tahor, és vannak tiszta szívű emberek, selói távé a filu bedvarim, meátim saguf carich lehem. És még azt a kevés dolgot se vágyják, amire a testnek valójában szüksége van. Különböző emberek vannak. Jes bál nefes rachavá, vannak, úgyhogy mondja ezt héberül, selótizba nafsó mikol mamon sebe olám. Vannak emberek, akik kapzsik, és a világ összes pénze nem elég nekik, most szó szerint mondom. Ke ingyen se nem már oef keszef, loizba keszef. Ahogy írva van, aki a pénzt szereti, az nem lakik jól soha a pénztől. Aki igazán szereti a pénzt, az sosem lakik jól a pénztől. Ugye a Talmud azt mondja egy helyen, hogy az emberi természet olyan, hogy akinek van mise jeslo meáro cematáim, akinek van 100, az akar 200-at. Mise jeslo matáim rocear bámeot, akinek van 200-a, az akar 400-at. Ilyen az emberi természet, aminek van egyébként pozitív oldala, hiszen az, hogy az emberben van ambíció és nem elégszik meg feltétlenül, az bizonyos tekintetben motiváló is tud lenni. A kérdés az, hogy az ember tud-e hálás lenni azért, ami van, vagy csak folyamatosan többre vágyik és nem tudja megbecsülni, amiért van. Az már egy másik kérdés. Tehát vannak emberek, akik a világ összes pénze nem elég, vies, mi kacernávsó, ve dájló, a filu davar muát, se lo jaspikló, velo jirdof le haszik idei cárkó. És vannak emberek, akik megelégszenek kevéssel is, és nem üldözik, és nem rohannak folyamatosan még több pénz után. Jesehu me szagef ácmo beráv, ve kovec al jádó, u másehu ochel misaló ochló becár, ve jesehu me fazer kolmamono. Vannak emberek, akik saját magukkal szemben is nagyon mértéktartóak, és még azt, ami van, azt se használják föl, és túlságosan sanyargatják önmagukat, és vannak emberek, aki mindenét elpazarolja. Melyik a jó? Mindjárt mondjuk, hogy melyik a jó. Ve hembe hol a midot, ve a deot, ki gon me hol el ve onen, kili ve sava, achzor ve rachmon, Ráhleva, ve omecleva, ve hejöcseba. És így van ez minden más ember tulajdonságokkal. Kapzsiság és fukarság, vagy pazarlás és élfajhászás. Szóval minden emberi tulajdonságból vannak végletek, vannak emberek, akik ilyenek, és vannak mások, akik olyanok. Ez csak példákat mondott arra, hogy vannak különböző, hogy az emberek különbözőek, az emberek nem egyformák. Hát derech hatová jasarhu, mi a helyes és a megfelelő út, az egyenes út, se járgil hadamet acmol a lehet be derechemcai.
És az ember szoktassa magát a középúthoz. Szoktassa magát ahhoz, hogy középen menjen. Ne legyen túlságosan extrém irányba, kilengésben egyik irányban sem. Loitave elob le dvarim shaguf tzarich lahem. Csak azokat a dolgokat vágyja, amire a testének ténylegesen szüksége van, vagy amire ténylegesen szüksége van. Kinyen se remár cadik ochel veszovi állanávsó. Ahogy írva van, az igaz ember az eszik és jól lakik a lelke. Vehén loie amal be a szakav elol a haszik davar se cariklo le háj és a ki innyan se nem már tov me át a cadik. Az ember ne szaporítsa túlságosan sem a vagyon, sem pedig a vágyait, hanem amire szüksége van, ami ténylegesen, ami elégséges neki, arra koncentráljon. Ve lo jikfoci adav bejoter, többhez, többért ne nyújjon a keze, ve gám lo jifazer mamanu, de ne is pazarolja a pénzét, elo itenc dakak fi maszat jadu, adjon adományt annak megfelelően, ahogy kell, umálvej, ke raúj, le mis a carich, és adjon kölcsön annak, akinek szüksége van arra, hogy kölcsönt kapjon. Se lo ilyen me holalve szohek, veló egyszer ve onen, de az ember ne legyen túlságosan fennhiázó sem, az ember ne legyen túlságosan búskomor sem, vagy melankolikus sem, elosza meach koljama ve náhat ve széver panim jafosz, hanem legyen vidám és elégedett azzal, amilyen van. Ve hénbe sár rov, ha midod, mi se holek bederek hámcai, jikra chacham. És más ember tulajdonságokkal is így van ez, hogyha az arany középút, a középút, amin az ember járjon, ezt hívják bölcsembernek. Bölcsember az, aki... Hát nem könnyű. Nem könnyű. Nem, mert az emberek, nagyon sok ember végletekben gondolkodik, végletesek vagyunk. Azt hívják bölcsnek, hahamnak, aki középen jár, aki minden jellemtulajdonságból ne legyen semmilyen irányban túlságosan extrém, túlságosan szélsőséges. Azonban, aha gáva, hi mida rameod. Van azonban olyan jellemtulajdonság, amelyben nem a középút, nem az arany középút a megfelelő. Például ilyen jellemtulajdonság a büszkeség, a kevésség, a gőg. A gőg, ez a jó szó, ugye? Gáva, gőg. Aszur le adam le nahe linokba a filu bemuat. És az ember még a legkevesebb mértékben se legyen benne gőg. Amikor az orrát fennhordja, ugye? Elo járgélet acmol ihot safaruach. Az ember legyen szerény. Szoktassa magát hozzá a szerénységek. Mo, se szavu hazál, meod havi safaruach. Ahogy a bölcseink mondták, a bölcseink úgy fogalmaztak Talmudban, meod havi safaruach. Legyél nagyon-nagyon szerény, mondják a bölcseink. Ech targilet acmecha liot Anna ve safaruach. Hogyan kell, menjél nyugodtan, mi a baj? Hogyan szoktassa magát az ember ahhoz, hogy szerény legyen, és... Oké. Kol dvarecha jiu benachat. Ezt a Nachmanides tanítja, azt mondja Rambán, kol dvarecha jiu benachat. Minden szava az embernek legyen nyugodt. Beszéljen nyugodtan. Beszéljen nyugodtan. Roscha kafuf. A fejed ne legyen túl magasan. Ej neha jivotu lemáta, a szemed nézzen általában lefelé, u lipha lemála, és a szíved nézzen mindig fölfelé. Volt szerencsém több alkalommal látni élőben, nem a Lubavitchi rebét, hanem a Skulene rebét. A Skulene rebe, az előző Skulene rebe nemrég halt meg egy pár évvel ezelőtt, még Romániában született, még a háború előtt. Az apja még korábbi Skulener Rebi, egy nagyon nagy ember volt, igazi nagy cádik, egy nagyon nagy igaz ember. Elég későn vándorolt ki Amerikába a 60-as években, már a Ceausescu, ha jól tudom, Ceausescu volt már akkor. A Ceausescu érában utolsóként maradt a kommunizmusban, ilyen haszid rebeként Romániában, még a háború után, tehát az 50-es, 60-as évek elején még ott volt, 50-es évek végig, és 60-as évek elején, és azért, mert nem akart ott hagyni az ott lévő zsidókat, az ott lévő kommunizmusban,
nem akarta magára hagyni a zsidókat, hogy ne legyen spirituális vezetőjük, ne legyen olyan, aki gondoskodik arról, hogy a zsidó vallási élet minimális követelményei meglegyenek. Most mikor meghalt az öreg Skulnerebe, akit úgy hívtak, hogy Zusia Portugál, Portugál volt a családneve, Zusia Portugál, nagyon, egy nagyon szent ember volt, az ő fiát én ismertem, és hívtak, hogy Israel Portugál, nagyon helyes bácsi volt, nagyon öreg bácsi volt, amikor én ismertem a 90-es években, Brooklynban lakott, Borough Parkban, és sokszor voltam ott az ő zsinagógájában imádkozni, igazi szent ember, egy igazi szent ember volt. Én nem találkoztam a Lubavitcher Rebével személyesen, nem találkoztam, de láttam már szent embert életemben, és ez az ember, ez egy igazi szent ember volt. Ha láttad ezt az embert, csak pusztán láttad, nem volt a felől kétsége az embernek, hogy van-e Isten. Nem volt kétség. Nem volt kétségem egy pillanatra sem. Nem akarok nagyon pátoszos lenni, nem akarok nagyon ortodox rabbiként, nem akarok nagyon vallásosnak tűnni, de az embernek nem volt kétség. Látta a Skulner Rebét, és látta, hogy a Skulner Rebe imádkozott, nem volt kérdés, hogy van-e Isten. Skulner Rebe egy pici ember volt, pici. Már öreg volt nagyon, nem? Akkor is, már a 90-es években is, nem tudom, 80 éves volt. Most halt meg egy pár évvel ezelőtt, nagyon szép kort élt meg. Egészen pici ember. És emlékszem, amikor ő imádkozott elő, gyönyörű szép hangja volt, de hát nagyon gyenge volt a hangja, de nagyon szépen énekelt. És amikor ő imádkozott elő, szombatfogadáskor, a Lechadodinál, a szombatfogadó sinusznál ott táncolta, a Isten előtt ott táncolt, mintha nem lennének körülött emberek. Olyan szellemi átéléssel is. Sok történetet tudok róla, és sokszor mondom, voltam a házában is, privát asztalánál ettem ünnepekkor, tehát nem csak a zsinagógában találkoztam, a privát asztalánál volt lehetőségem megfigyelni, azt mesélték róla, hogy nem aludt sosem ágyban, sosem feküdt le ágyba, csak amit így aludt a széken, mind egész nap tanult, meg imádkozott, főként tanult, és nem feküdt le ágyba. Már vagy pár évtizede nem aludt ágyban. A Lubavitcher Rebe sem aludt egyébként ágyban nagyon sokáig. És ez miért történt? Hogy? Mert tanult, egész nap tanult. Nem volt ideje aludni, és amit elaludt a székbe, egy kicsit elbóbiskolt, annyit aludt. A Talmud Dávid királyról meséli egyébként, hogy Dávid király, azt meséli a Talmud, hogy úgy aludt, mint a lovak. Seinat szusz, mint a lovak úgy aludt, azaz, hogy a lovak állva szoktak aludni, és sosem alszanak állítólag, Talmud szerint, lehet, hogy így van az állatorvosok szerint is, de a Talmud szerint a lovak sosem alszanak túl hosszú időt egyszerre, hanem csak ilyen félórás, 20 perces, félórás intervallumokat alszanak, és állítólag Dávid király is így aludt. Nagyon rövid, ilyen fél órákat aludt. Nem aludt sosem egyszerre, 6-8 órát, ahogy azt mi szeretjük. És a Talmud ennek tudja be, többek között ennek tudja be azt, hogy Dávid király ilyen sikeres király volt. Nem pazarolta az életét alvásra, királynak fontos dolga van, nem. Neki tényleg fontos minden perc az életében, nem pazarolta az életét alvásra. Most a Skulner Rebénél egy dolgot láttam, ami nagyon, nagyon apró pici dolog, ahogy láttam, hogy ő ivott például. A Skulner Rebe úgy ivott, hogy amikor volt egy a szombati asztalnál, a kidusnál, vagy ilyesmi, amikor ivott vizet, vagy a borból, akkor ugye mi úgy szoktunk inni, hogy amikor fogy a pohárból az ital, akkor egyre följebb emeljük a fejünket, ugye így? Ő egyre lejjebb tette a fejét, amikor fogyott az ital. Így. És mi okból? Azokból, hogy nem emeli fel a fejét úgy magasra. Mert azt, hogyha felemeled a fejedet így, az gőgösség, az kevésség. Ő nem, nagyon figyelt arra, apró pici dolog, de nagyon figyelt arra, hogy még nem emelj. Hogy még ilyen szituációban se, még ilyen szituációban se hordja fenn az orrát. Érdekes. Ugye? Apró pici dolog. Embernél apró pici dolog, ahogy látni, hogy emberek milyen... Az egy dolog, hogy mit csinál, hanem az, hogy milyen tudatosan él. Hogy milyen tudatosan élnek az ilyen emberek, hogy az egészen apró pici dolgokra is rendkívüli figyelmet fordítanak. Szóval hogyan lehet az ember, hogyan szoktathatja magát az ember a nyugodtságra, és a gőgösség ellen, például az, hogy figyeli az ember, hogy hogyan beszél, hogy nyugodtan beszéljen,
ne kiabáljon, ne ordibáljon, nyugodtan beszéljen. Szokták mondani manapság ilyen divatos politikai kifejezésre, stratégiai nyugalom. Stratégiai nyugalomban legyen az ember, ugye? A fejét ne hordja fenn, az orrát ne hordja fenn, a tekintetét ne hordja túlságosan kevélyen. Én egy alacsony ember vagyok, én hogyha magasra nézek, akkor is alacsony, akkor is csak alacsonyra látok. De hogy ne legyen, ne hordja fenn az ember magát az orrát, hanem nézzen lefelé, a feje legyen lebiccentve, de a szíve az mindig az ég felé legyen magasan. Azt mondja, hol tartottam? Igen. Kol adam jiu hasuv beinecha shu gadol mimcha? Igen. Bocsánat, lehet? Abszolút. Hogy a maga a kevésségre, hogy én azt hittem, hogy az maga egy tulajdonság, nem pedig testtartásban megnyilvánuló. Ezek testtartásban. Azért sok emberi tulajdonság megnyilvánul testtartásban. A testbeszéd az egy létező tudomány, nem? Hogy az ember ki tud fejezni hangulatokat, meg ki tud fejezni érzelmeket a testének a megnyilvánulásaival. De még egyszer, ő nem azt mondja, hogy ne legyél akkor most gőgös, ha te gőgös vagy. Hogyan tudsz nem gőgös lenni? Az emberi agy képtelen a negatívra gondolni. Az emberi agy nem tudja felfogni a negatívat. Mondok egy példát. Azt mondom neked most, hogy ne gondoljál egy elefántra. Az emberi agy erre képtelen. Nem tud nem gondolni az elefántra, ha felszólításra azt mondják, hogy ne gondoljon az elefántra. Az emberi agy arra képes, hogy amikor azt mondják neki, hogy gondolj egy elefántra, akkor akarva vagy akaratlanul, akár akarsz, akár nem, akár csak egy rövid ideig, nem is nagyon részletesen, de egy elefántra fogsz gondolni. Az ember egy erre képes. Azt nem tudom neked, nem tud negatív parancsot végrehajtani. Azt nem tudja mondani, azt nem tudja neked, azt nem tudja a Tóra nekem megparancsolni, hogy ne legyek gőgös. Azt tudják a rabbik, azt tudják iránymutatásként adni, hogy hogyan viselkedjek annak érdekében, hogy előbb-utóbb ne legyek gőgös. Parancsra nem tudok nem gőgössé válni. De hogyha, és mi volt a fejezet címe? Jellem tulajdonságok, amelyekhez szoktassa magát az ember. Szoktassa magát az ember, és előbb-utóbb el fog tűnni az a, akár el is tűnhet, és akár még el is tűnhet. Vagy szupresszálva van, vagy el lesz nyomva, és nem fog manifestálódni, és az is jó. A dolog gyakorlati részét, jó estét, ide értetek. Igen, jó estét, megjött a külön-külön ittmény. Tehát vagy, remélem éhesek vagytok. Vagy szupresszálod magadban, addig szupresszálod magadban, addig nyomod el magadban ezt az adott jellemtulajdonságot, már csak a felvétel miatt sem tudom, most megismételnem, eddig beszéltünk, de nem, aki kimarad, az nem marad le. Szóval azt nem tudja mondani neked, hogy abstart legyél valamilyen, vagy pontosabban pláne azt, hogy ne legyél valamilyen. Azt tudjuk viszont mondani, hogy viselkedjél így vagy úgy, és akkor két dolog fog történni. Egy, az adott jellemtulajdonság, vagy az adott viselkedés, az nem fog manifestálódni, és az már egy elég, az már tulajdonképpen a dolog gyakorlati szempontjából elégséges, ugye? Mondom, vegyük az említett nagyon szélsőséges példát. Valaki kleptomán. Mi az a minimum, amivel megelégszem egy kleptomán emberrel szemben? Mi az a minimum? Az, hogy ne lopjon. Az a minimum. Mi lenne az optimális célom? Az, hogy ne is vágyjon másnak a tulajdonára. Oké? De ha már nem lop, ha már elérem azt a minimális célt, hogy legalább már nem fog ténylegesen manifestálódni ez a rossz tulajdonsága, Oké, azzal már beljebb vagyok, jelentősen beljebb vagyok, ugyebár. És aztán a második lépésként, hogyha még ügyes vagyok, akkor lehet, hogy előbb-utóbb a vágy is el fog múlni. Ezzel a átnevelési programmal. Itt nem átnevelési programról van szó, egyszerűen csak viselkedési metódusokról, trükkökről, amivel az ember hozzá tudja magát szoktatni a megfelelő viselkedéshez.
Tehát például vegyük az előző példát, hogy azt nem tudom mondani, hogy az emberi agy, ott tartottunk, az emberi agy nem tud negatívat, parancsot végrehajtani. Nem tudom azt mondani neked, hogy ne gondolj egy elefántra. Pontosabban tudom, csak te egy elefántra fogsz gondolni, ahogy én ezt mondom, hogy ne gondolj egy elefántra. Viszont azt tudom csinálni, azt tudom mondani neked, azt tudom, tudok neked tanácsokat adni annak érdekében, hogy a viselkedésed oda vezessen, hogy ilyen vagy olyan jellemtulajdonságod ne jöjjön. Ilyen vagy olyan tulajdonságod, hogy ne jöjjön elő. Azt mondja, ugye az másik, amit mondtunk, hogy, ja, azt még nem fordítottam, de Koladam, ilyen hasú bej, ne hasú gadol, mint ugye beszéltünk, mondja, beszélj csöndben. Legyél például a gőg, a kevésség a gőg elleni ellenszer, beszélj csöndesen, beszélj nyugodtan, nem is csöndesen, nyugodtan. Legyenek a beszéd, a szavaid nyugodtak. Másik, ne nézd, fejedet ne tartsd túl magasan, a szemet tartsd lesütve, a szívedet tartsd az ég felé. Legyenek, a másik ember legyen a szemedben minden ember olyan, mintha nagyobb lenne nálad. Legyen, tekints úgy minden ember, mintha ők nagyobbak lennének nálad. Spirituális státuszban nagyobbak, úgy értem. Tekintsél úgy minden emberre, mintha nálad fontosabb ember lenne, vagy tekintélyesebb ember lenne. Mintha tekintélyesebb ember lenne. De mindig, hogy szokták mondani angolul, van angol az a mondás, there's always a bigger fish. Mindig van egy nagyobb hal. Ugye amikor azt gondolod, hogy te vagy a legnagyobb hal, akkor kiderül, hogy mindig van egy nagyobb. A miniszterelnöknél is van nagyobb hal. Meg az államelnöknél is van nagyobb hal, meg a királynál is van nagyobb hal. Tekints úgy a másik emberre, mintha mindenki nagyobb hal lenne nálad. Legyen az idős vagy fiatal, legyen az gazdag vagy szegény, legyen az befolyásos vagy nem befolyásos. Mindenkire tekints úgy, mintha nagyobb, jó ételet, mintha nagyobb lenne nálad. Milyen veszélyes. Én hutámit hacham joter mimcha harejátam mechujavlich vodó. Amúgy is, hogyha a másik ember egy nagyobb tudós nálad, egy nagyobb tóra tudós nálad, akkor eleve köteles vagy őt tisztelni, ha nagyobb tudós nálad. Vehénimu asírmimcha gamkenatame chujavlich vodó. Vagy hogy az ember nálad módosabb, azt is köteles vagy tisztelni. Tényleg? Kedemacinu rebi hajam mechabed asírim. Ahogy láttuk ezt a Talmudban Rabinán, Rabbi Yehuda Anasinál. Rabbi Yehuda Anasi a Talmud híres figurája, a Misna híres figurája, tulajdonképpen a Misna szerzője, a második században élt időszámítás után, Rabbi Yehuda HaNasi, Rabbi Yehuda a fejedelem, akit csak úgy hívunk, hogy Rabbi, csak ezen a néven fut a Talmudban, hogy Rabbi, mindenféle név nélkül, amikor a Talmudban az van írva, hogy azt mondta Rabbi, akkor erre az egy emberre gondolunk, Rabbi Yehuda HaNasira, ez már elég elmond, sokat elmond az emberről, hogyha így referálunk. Csak így referálunk, a sok ezer, sok száz rabbi közül egy valakire csak úgy referálunk, hogy rabbi. Ugye a Lubavitch rebére szoktunk úgy referálni, hogy a rebe. Mindegy, hogy az ember Chabad haszid, vagy más haszid irányzat követője, vagy nem is követője semmilyen haszid irányzatnak. Egyszerűen csak úgy referálunk rá, hogy a rebe. Az egy nagy dolog, nem? Igen. Az egy nagy dolog. Lehavdil, elef havdalot, válasszuk el nagyon szoros elve, teljesen más példát hozva, egy tökéletesen más példát hozva, ugye, hogyha van egyik futballista, meg egy másik futballista, és valakire úgy referálunk, hogy a futballista, ugye, hát akkor az valószínűleg tudhat valamit. Akit csak úgy hívunk, hogy nem Messi a focista, Leonardo Messi a focista, vagy Ronaldinho a focista, hanem valaki, akinek csak az a neve, hogy a focista. Az nem olyan rossz. És Rabinál, Rabbi Yehuda HaNasinál láttuk, hogy ő megtisztelte a gazdag embereket. Pedig ő volt a leggazdagabb a korszakában, amikor élt. Azt meséli a Talmud, hogy Rabbi Yehuda HaNasi, Rabbi nagyon gazdag volt. Azt mondja, csak két ember volt, azt mondja a Talmud, két ember volt a világon, akinek friss, minden nap friss zöldség volt az asztalán, friss gyümölcs és zöldség volt az asztalán, a római császár és Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Yehuda a fejedelem. Ilyen gazdag volt. Nagyon keserű sorsa volt egyébként, nagyon nehéz élete volt Rabbi Yehuda HaNasinak, Rabinak, nagyon nehéz élete volt, de pénzben történetesen nem szenvedett hiány. Testi egészségügyi problémákkal szenvedett egész életében. De ez nem tartotta vissza sem a gazdagsága, sem az egészségügyi problémákat. Micsoda? Mi? Igen, a Talmud sok, Talmud mesél mindenféle nyavajákat, amikkel szegénynek küzdenie kellett.
ha jól emlékszem, róla meséli a Talmud, hogy a szolgálói is, akik dolgoztak a házában, a szolgálói nagyon érzékeny emberek voltak, és nem akarták kellemetlen helyzetbe hozni a mesterüket, Rabbi Yehuda Nassit. Most beszélünk a második századról, körülbelül a polgári időszámítás után körülbelül 130 környékén. A második Jeruzsálem szentély pusztulása után, amikor Júdeában római fennhatóság van, zsidók már nagyon kevesen élnek csak Júdeában, akkor él ott Rabbi Yehuda Nassi, és nagyon jóba volt a római császárral. A római császárt úgy hívták, hogy Marcus Aurelius Antoninus Pius, ez volt a neve az akkori római császárnak, aki, mint minden korábbi római császár, általában Júdeában volt hadvezér, és onnan lett császár. Mindegy, ez egy hosszú történet történelmileg, hogy ez miért alakult így, de általában, aki Júdeában volt hadvezér, az lett később császár. Nagyon sok ilyen van, ugye Titusztól kezdve, itt tudom én, még sok más császáron át. És Marcus Aurelius Antoninus Pius római helytartó volt ott Judeában, és nagyon jóba volt Rabbi Yehuda Nassival, és az a jó barátság az megmaradt, miután császár lett a fickó. Tehát képzeljük el, hogy 50-60 évvel a jeruzsálemi szentély pusztulása után a világ vezető nagyhatalma, a római birodalom első számú embere, a világ egyetlen szuperhatalmának első számú vezetője jóba van egy zsidó rabbival. Nem, hogy jóba van, hanem kebelbarátok voltak. Nagyon, és filozófiáról beszélgettek egymással. És nagyon, nagyon tisztelt Rabbi Yehuda Nassit, a római, ez a Marcus Aurelius, mert tisztelte. Igen. És azt meséli a Talmud visszatérve Rabbi Yehuda Nassinak a testi fájdalmaira, hogy a szolgálói, nagyon, ők is nagyon udvariasak voltak vele, mert amikor ő WC-re ment, mosdóba ment, már bocsánat, hogy ilyenekről beszélek, pokoli fájdalmai voltak, amikor mosdóba ment. Pokoli fájdalmai voltak minden alkalommal, és a fájdalomtól tudott könnyíteni magán, és a szolgálók ekkor fejték meg a teheneket, amikor Rabbi Yehuda Nassi mosdóba ment, mert hogy a tehenek üvöltése elnyomja, hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe a rabbi, hogy az ő üvöltésétől zeng a mező, úgyhogy inkább a teheneket is. Pokoli, szóval nem minden, még a gazdag embernek sem fenékig telj fel az életen, maradjunk ennyiben. Hozzáteszem, csak érdekességképpen, hogy a Rabbi Yehuda Nassi a gazdagsága ellenére és a mindenféle egyébként a nehézségek ellenére is korának legnagyobb rabbija volt és vezetője ő, és ő volt az, aki lejegyezte a misnát, aki rendszerezte először a szóbeli tant, amit Mózestől kaptunk a Szinájhegyen 1500 évvel korábban. Ő volt az, aki lejegyezte és rendszerbe foglalta a misnát, ugye most úgy néztek rá, mintha nem beszéltünk volna 10 000-szer arról, hogy mi a misna, ugye a misna, amiből aztán a Talmud fejlődött, tehát a szóbeli tan, amit Mózes kapott a Szinájhegyen, ami a zsidó törvény és összefoglalója, ő ezt lejegyezte, és korábban ilyet senki nem csinált, mert a szóbeli tan nem lehet lejegyezni. Nem lehetett lejegyezni, de úgy érezte, hogy most itt van a történelmi lehetőség és alkalom, béke van, a római császár a zsidók barátja, nem, most nincs nagyon nagy baj, volt egy körülbelül 40 éves viszonylagos békés periódus, és úgy érezte, hogy itt az alkalom, hogy leírja a szóbeli tant, mert hogyha ez nem kerül leírásra, akkor Isten mencs el fog veszni, hiszen a zsidók szerte széjjel lettek küldve a világba, a diaszpórába, és félő volt, hogy elvész ez a szóbeli tan. Most. Ez gyönyörű munkássága volt. Fantasztikus munkássága volt. Igen. Én nagyon édezve voltam szerelmes. Nincs olyan ember, aki ne találkozna rabbival, Rabbi Yehuda Nassival minden nap. Minden nap találkozunk vele. Hagyományőrző zsidó, minden nap találkozik Rabbi Yehuda Nassival. A legjobb barátunk, a misna, a Talmud. Nem tudunk nélküle élni, olyan, mint a levegő. Most ő is megtisztelte a gazdagokat, pedig nálánál nem volt gazdagabb. V'tachshov biyot, ki a semit barachnatallo osher, mistama raui holakach,
Miért kéne tisztelni a gazdagokat, mi tisztelni való van bennük? Az, hogy valamiért Isten úgy gondolta, hogy náluk jó helyen van a pénz, vagy valamiért úgy gondolta Isten, hogy pénzt ad nekik, az abban van valami tiszteletre méltó. Ugye? Nem pusztán azért, mert gazdagok, hanem azért, mert valamiért Isten úgy, Isten őket találta eszközként, őket találta meg eszközként, hogy rájuk bízzon ilyen nagy vagyont, hogy aztán majd mit kezdenek vele, vagy ki tudja milyen. Mindenesetre valamit tudhatnak, és ez önmagában tiszteletre méltó. Ez is egy kicsit ellentmond az általános, nagyon progresszív gondolkodásnak. Filozófikus értelemben érdekes. Igen. Igen. De én, igen. Szerintem amikor mondtad egyszer, hogy mindenkinek foglalkoznia kell, és akinek több van, az esetleg többet hogyne illik adni, tehát akkor biztos... Igazságos teherviselés. Olyan emberre volt bízva, akiből Isten már nagyon csúnya a szóhasználatot használva kinézte azt, hogy gyarapítja a pénzt, a több van neki. Akkor a pénz az egy, hogy szokták mondani, a pénz az egy próbatétel, bárcsak Isten mindennyiunkat próbára tenne. A pénz, mi lehetőleg minél nagyobban, minél jobban tegyen próbára minket, de a pénz valójában tényleg egy próbatétel, mit kezdesz vele, ugye, hogy mire használod, mire fordítod, hogyan is mit kezdesz vele, ez bizony egy nagy próbatétel. És amiatt, hogy egy adott valakinek sok pénze van, ez önmagában tiszteletre méltó. Vim hu katan mimcha be chokma, o be osher, tachsof ki hu joter cadik mimcha. Ha pedig valaki nem olyan okos, mint te, vagy nem olyan tanult, nem olyan bölcs, mint te, és emiatt nem kéne tisztelned elvileg, akkor gondold azt, tekintsd úgy, mint hogyha egy nagyobb cadik lenne nálad, mint hogyha egy morálisabb, erkölcsösebb ember lenne, akkor oké, hogy nem nagyobb a tudása, de morálisabb és erkölcsösebb. És nagyobb cádik, ha meg nagyobb cádik, akkor emiatt kell tisztelned. Szóval most, hogy mi mindig ott azok között a témák körött vagyunk, hogy az ember hogyan szoktassa magát rá arra, hogy ne legyen gőgös, és ne legyen kevés, és szerény legyen, és alázatos, hogy mindenkit tekintse minden emberre úgy, mint hogyha több vagy jobb lenne nála, mint hogyha nagyobb lenne nála. Ha gazdag, akkor azért, ha nincs annyi pénz, akkor meg azért, ha nagy a tudása, akkor azért, ha meg nem olyan nagy a tudása, akkor meg azért, mert hát, hogyha a tudása nem nagy, de biztos nagyobb cádik, mint én vagyok, akkor tiszteljem azért. Kihu im over eizavére nachsov kisoigeg van ez. Ha olyas valakit látsz, aki esetleg bűnös, egy bűnös ember, akkor gondold azt, hogy biztos, hogy azért érdemes a tiszteletre, nem azért, mert bűnös, hanem biztos azért, mert nem szándékosan bűnözik, hanem véletlenül. Ata ima varta vera ata mezid, viszont magadra úgy tekintsél, mint hogyha te tényleges, szándékosan bűnöztél. Most még egyszer, ez egy, amiről beszélünk, az, hogy hogyan tudok a másik emberben többet látni, mint ami én vagyok. Ha magammal kell összehasonlítanom valaki mást, akkor mindig nézzem ki a másikból a jót, nézzem ki a másikból a jobbat, mint amilyen én vagyok. Imko tachsov tamid, ha pedig így gondolkozik az ember mindig, Lotuhal le gavot ve toblach. Akkor az ember egyszerűen nem lesz gőgös. Ha mindenkire úgy tekintesz, mint hogyha több lenne nálad, mint hogyha nagyobb lenne nálad, akkor egyszerűen nem leszel gőgös. Ilyen egyszerű. Most, még egyszer. Akkor két lépés van. Az egyik az, hogy nem változik meg a jellem tulajdonságod, a veled született, mondjuk a gőgös vagy, ez a jellem, ilyen gőgös embernek születtél, fennhéjázó embernek születtél, akkor ez egyik megoldás az, hogy oké, nem változik meg, te továbbra is gőgös, fennhéjázó ember vagy, csak ennek semmilyen jelét nem mutatod. Oké, ez is jó, ez már tiszta haszon. A történetünk szempontjából, a gyakorlat szempontjából ez bőségesen elég. Hát mit érdekel engem, hogy te milyen vagy? Csak ne lássa. Vagy csak ne mutasd ennek semmi jelét. Ugye? Vagy a másik, ha még tovább is lépek, ha tényleg valaki lelki gyakorlatot végez, ha úgy tetszik, dolgozik magán és megpróbál a viselkedésen, akkor előbb-utóbb ennek hatása lesz a tényleges jellemtulajdonsága, és előbb-utóbb még az is lehet, hogy nem is lesz már gőgös, még csak belül sem, nem hogy kívül. Oké?
Ugyanez, ugye ezt mondtuk, tehát az egyik ilyen jellem, ugye akkor foglaljuk össze eddig, miről volt szó, arról volt szó, hogy az emberek különbözőek, különböző jellemtulajdonságaik vannak, különböző féle módon gondolkodnak és viselkednek, és arra, hogy az a leghelyesebb, hogyha az ember nem extrém módon viselkedik semmilyen irányba, ne legyen túlságosan fennhéjázó, de ne legyen túlságosan magába fordulósan, ne legyen túlságosan harsány, de ne legyen semmiben, ne legyen, a túlzás az nem jó semmiben. Kivéve két tulajdonságot, eddig az egyikről beszéltünk, ez pedig a gőg. A gőgben a legkevesebb sem jó, ott abból ne legyen semmi, az a legjobb, hogyha az ember egyáltalán nem gőgös, nem nagyon szerény, és arról beszéltünk, hogy hogyan lehet ezt elérni, hogyha esetleg az ember vele született tulajdonsága az, hogy gőgös. A másik ilyen, az a harag, amiből a legkevesebb is rossz. Még a minimális is túl sok. A harag is egy olyan tulajdonság, ami nagyon rossz tulajdonság. És az ember távol tartsa magát távol a haragtól, a lehető legtávolabb magát a haragtól. És szoktassa magát az ember rá, hogy nem dühöng még olyan dolgokon se, amik egyébként dühöngésre érdemesek. Bezáródik előttem a villamosajtó. Hogyha az ember oktatási, nevelési célból kell, hogy dühöt mutasson mondjuk a gyermekeinek, azért, hogy az se legyen egy őszinte düh. Magadban legyél nagyon nyugodt, mutasd dühöt oktatás nevelési célból, de belül legyél végtelenül nyugodt. Ez nem könnyű. Nem, egyáltalán nem. Nem. Ugye főként azoknak, mint amilyen mondjuk én vagyok például, én is heves vérmérsékletű vagyok, könnyen feldődök. Hál' Istennek könnyen meg is nyugszom, de könnyen feldődök. Amar le Eliyahu le Rabbi Yehuda, achvo ve rav szalo chasida, loj tirtach, ולא יתחתי, לא תיקוס שמתוך הכעס, אתה בוא לידיכת. Azt mondta Eliyahu proféta, az előbb említett Rabbi Yehudának, megjelennek, nem találkoztak személyesen, megjelent neki valahogy Eliyahu proféta, és azt mondta Eliyahu Rabbi Yehudának, ne legyél dühös, mert a düh fog téged a bűnbe vinni. A düh, a harag, a düh az embert a bűnbe viszi. Lot raúj, s lojt is taker, Bein veloi tachtei. Ember, hogyha nyugodt, és az ember nem dühöng, akkor nem fog bűnbe menni. Mindjárt fogunk beszélni egy picit részletesen. Odamrúra zálasz, és mondták a bölcseink, kola koész kilo oved oved kohavim. Azt is mondták a bölcseink, mindenki, aki dühös, az olyan, mint a bálványt imádna. Ez nem tetszik neked? Nem, ez érdekes. Á, mindjárt elmondom. Most fogod felhúzni magad, most leszel dühös, ne legyél dühös, ne legyél dühös, várjál. De minden napi életben, oké, most valaki megsértel, legyél dühös, persze, elmegy a villamos, ne legyél dühös, de amikor az élet nagy probléma. Mindjárt, az előbb is adott praktikus tanácsot, oké. Előbb mondott praktikus tanácsot, mindjárt fog erre is mondani praktikus tanácsot, nem akarom lelőni a poént. Az ember, hogyha aki dühös, aki haragos, az olyan, mint hogyha bálványt imádna, mint a pogány lenne, aki bálványt imád. Ve kol minége heinam soltimbo, és a pokol uralkodik rajta, se ne már, ha szár kász me lipha, ahogy írva van, tartsd a szívedtől távol a haragot, ve ever rami psarecha, és a rossz ösztönt a husottól, így van írva, ve én ra elage heinam, nincsen rosszabb a pokolnál, se ne már, ve gam rasale jomra, ahogy írva van, a gonosznak a rossz a jutalma. Ezek most csak ilyen bibliai idézetek voltak. Bale kász én hajem hajim, a dühös ember, a haragos ember élete az nem élet. Folyamatosan dühös. De fikach, cavuli, tráhek, minakász. Ezért helyes, hogyha az ember távol tartja magát a dühtől, átsei, nahek, átszmosselló, járgis, a filu, lidvarim, hamek, haszim, amíg az ember hozzá nem szoktatja magát, hogy olyanon se dühöngjön, amin érdemes lenne dühöngeni, vagy ami esetleg mondjuk legitim düh,
legitim ok volna a dühre, Zuhi derechatova, ez pedig a helyes út, ve derechat tzadikim, és ez a tzadikok, az igaz emberek útja, sheim aluvim ve einam olvim, somim haraftam ve einam ashivim, nem dühösek, nem húzzák fel magukat. Oszim me ahava uszmechim bi yisurim aleihem, és mindent örömmel fogadnak, még a próbatételeket is, még az élet csapásait is, és próbatételeit is örömmel fogadják. A katu van, mert ahogy írva van, olyvav ke cejtha semmesbe gurato, olyan Isten, az Isten szeretők olyanok, mint a nap a teljes erejében. Oké. Okay. Most mi az, hogy az ember olyan, mi az, hogy az ember, ez elég durva kijelentés, hogyha valaki dühös, a dühös ember az olyan, mint a bálványimádó lenne. Ez mit jelent? Nézzük meg a dolgot. Kicsit pucoljuk le, mint a hagymát, le kell szedni a burkokat, és meg fogjuk látni, hogyha a rétegeket lepucoljuk, akkor még mindig a rétegek alatt vannak további rétegek. Minden Istentől jön. Minden, ami történik a világon, ez Isten a tányában, majd mindjárt 5 perc múlva fogjuk folytatni a tányával, tehát arról beszéltünk a tányában, hogy nincsen Istenen kívül semmi. A világ is Istenen belül van. Megteremtette Isten a világot, hogy nincsen a világon, nem az, hogy van Isten és van a világ. A világ is csak Istenen belül értelmezhető. Azaz, minden, ami a világon történik, még a legrosszabbnak tűnő dolog is, ami a világon történik, csak és kizárólag Istenben értelmezhető. Nem tőle függetlenül. Ha az lenne, hogy a rossz az Istentől független, az azt is jelenteni, mintha ne, hogy Isten több Isten lenne. Van az Isten, meg van a rossz. Az lehetetlen. A monoteizmus, az egyisten itt lényeg, hogy csak Isten van, nincs rajta kívül semmi. Tehát a rossz is csak Istenen belül értelmezhető. Márpedig, ha így van, még a legrosszabb dolog is, akkor bármilyen rossz dolog történik, amit én rossznak ítélek meg, és bármennyire legitim, figyelj, mert legitim az, hogy az ember dühös legyen, amikor tényleg rossz történik. Hát rácsapok a kezemre, beütöm a küszöbbe a kislábujjamat, mikor megyek ki éjszaka a mosdóba, ugye? Azon dühöngelni, az teljesen legitim. Hát fáj, de valamiért Istentől jön. És hogyha az ember dühös, akkor megkérdőjelezi. Vagy azt kérdőjelezi meg, hogy az Istentől jön-e, vagy azt kérdőjelezi meg, hogy Isten miért csinált valamit, ami még számomra kellemetlen. Hát ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem, hogy Isten számomra mi kell, hogy Isten, megkérdőjelezem Isten döntését. Ezért mondja azt, hogy olyan, mintha pogány lenne. Megtagadja Isten döntését. Vagy nem happy azzal, amit Isten döntött. Sokáig tudjuk ezt pucolni, ezt a témát, mert persze az ember, csak hogy kell tudni, hogy az ember nem mindig látja át, és nem mindig érti azt, hogy Isten mit miért dönt. Ezért a harag a legrosszabb tulajdonság, ami csak van. Arról nem is beszélve, hogy az embert előbb-utóbb bűnbe viszi. Miért viszi bűnbe? Mert Isten tagadásba viszi. Előbb-utóbb, ha az ember folyamatosan dühös, nem fogadja el azt a sorsot, és a cádikoknál látjuk, hogy ezeket a próbatételeket is örömmel vették Istentől. Mert azt mondja, az is Istentől jön. Ha Istentől jön, akkor kell. Mindegy, hogy mi az. A szeretet olyan mértékű, az Isten szeretete olyan mértékű, hogy bármilyen Istentől az nekem kell. Hiszen Istentől jön. És ha belegondol az ember, hogy én, mi vagyok én egy darab hús, 80 kiló hús, ugye? Isten meg minden, az örökké való, és mégis veszi a fáradtságot, hogy nekem, a kis senkinek, ezt vagy azt ad, még hogyha az ez vagy az nem is jó, akkor is az ember ezt fogadja örömmel. Még egyszer, ha ez könnyű lenne, akkor arra nem kéne törvénykönyvet írni. Könnyű lenne, akkor ezzel nem töltenének ennyi időt a mesterek, hogy ezzel bíbelődjünk. Evidens módon a helyzet elsajátítása nem könnyű. Ha könnyű lenne, akkor nem kéne róla ennyit beszélni. Okay, tehát akkor arról beszéltünk, hogy van tehát két olyan jelentet, csak ki nem fogjuk folytatni a jövő héten. Pocsom, nem a jövő héten, most 2 hét tényleges szünet lesz. Legközelebb januárban fogunk ebben a körben találkozni. De hogy két olyan jellem tulajdonság van, amiből nem az arany középút a megfelelő, minden másban az arany középút, például, mit tudom én,
túlságosan spórolós legyél, vagy túlságosan szórjad a pénzt, egyik se a legjobb a helyes, ne legyél túlságosan smucik se, tehát, vagy mondják, az fukar, és ne legyél túlságosan költekező sem, a legjobb az arany középút, kivéve eddig mondtunk két jellemtulajdonságot, az egyik a düh és a harag, a másik pedig a büszkeség, a gőg, a fennhéjázás. Az abból még a legkisebb is ártalmas, leginkább egyébként saját magadnak, de erről még majd fogunk beszélni a legközelebbi alkalommal, hogy a harag és a gőg az valójában mennyire ártalmas saját magadnak, és sokkal kevésbé a környezetednek, sokkal inkább magadnak árt, a környezetet csak megőríted vele, de magadnak még ártasz is, akkor innen fogjuk folytatni, egyébként meg 8 órakor találkozunk persze természetesen.